Annával a kapcsolat rég múltra nyúlik vissza, 90-es évek végétől ismerjük egymást. Gyakorlatilag ő régóta gondolkozott abba, kacérkodott a gondolata, hogy a Kutatómentő Egyesületnek tagja legyen. Így az elmúlt két évvel ezelőtt jelentkezett hozzánk, és lett aktív tagja és szerves része az életünknek. Anna egy nagyon érdekes személyiség volt, mi nagyon-nagyon szerettük. Egy rettentő, energikus, dinamikus, célra törő ember volt. Nagyon-nagyon jól lehetett vele együtt dolgozni, ezért nagy tisztelettel és szeretettel gondolunk rá. Szinte családtagként kezeltük egymást, tehát ő volt az az ember, akire bármikor bárki számíthatott. Külön figyelmet érdemel azért, mert ő aktívan a civil egyesületekért, és azért mondom többes számban, mert ő nem csak polgárőr volt, fő tevékenysége civileknél a polgárőrség volt, de ő sok mindenben részt vett. A településéért, nagyvárosokért, civil egyesületekért szívét lelkét kitette, és teljes merszélessége beállt és dolgozott. Tehát nem jelképes tag, hanem egy aktív tagként emlékszem rá, amire én azt mondom, hogy példaértékű volt az ő tevékenysége. Ő így a polgárőrségen belül egy összekötő, egy koordinátor volt. Szekszárd és környéki településeken működő polgári egyesületeknek volt ő az a kapcsa, aki a megyei szövetséggel és az egyesületi vezetőkkel, tagokkal vagy helyi önkormányzatokkal tartotta a kapcsolatot. Egy ismerősöm megsúgta azt, hogy az Anna a cukorbetegek megyei elnöke. És megfelkerestem, és így munkakapcsolata alakult ki köztünk. Közben telt az év, ő a cukorbetegek elnöki posztjáról lemondott, és szerencsétlen módon engem kerestek fel, hogy esetleg vállaljam el. Ő tanított be az egyesületi munkára. Minden tagunk őszinte szívvel sajnálja, hogy hirtelen és váratlanul elment. Tisztelettel megőrizzük az emlékét.